Telkibányán vagyunk, aranygombos telkibányáról beszélünk. Itt a hajdani aranybányászatnak nagyon nagy európai híre volt. Nagyon gazdag volt a település, ettől kapta egy aranygombos telkibány rangot. Ez a falusi turizmus vállalkozás az aranykutatók, az angol aranykutatóknak az itt létét alapozta meg. Gyakorlatilag 3 évig voltak Telkibányán, akkor még aranybánya vendégháznak hívtuk. A kereskedelmi vendéglátás a feleségem családi házának az átalakításával indult, majd a megyei területfejlesztési tanács pályázatai, mert több pályázaton vettünk részt, és így sikerült kialakítanunk egy panziót. Kialakítottunk egy wellness részleget, ennek a wellness részlegnek a keretében 5x10 méteres medencét, kültéri medencét, mely lefedésre is került. Kialakítottunk egy 32 méteres, 16 méteres teniszpályát. A wellness részekben jacuzzi, sauna és gőzkabin. A család úgy döntött, hogy komplex turisztikai fejlesztést kíván megvalósítani. Egy olyan komplex turisztikai fejlesztés, ami több funkciós, egy innovatív jelleggel bír a térségben. Nem csak Telkibányán, hanem Abaúj térségében is. Adott volt, hogy sajnos itt nem lehetett lakást építeni a tér közepén, annak a helynek a közepén, mert nagyon ingoványos, vizes terület volt, így adódott a terület, hogy ide egy tavat kellene építeni, és a tó köré építünk épületeket. Ez az ötlet egyelőre csak álom volt, aztán az UMVP turisztikai pályázat keretében pályáztunk. Ennek a pályázat keretében sikerült egy olyan projektet összeállítanunk, ahol gyakorlatilag 5 elemet tudtunk összeszedni itt a komplexitás keretében. Legyen egy tó, ennek a tónak jellemzője egy 2000 négyzetméter felületű tó, rajta egy 6 méterszer 12 méteres szigettel, erre a szigetre egy lengőhídon lehet közlekedni. A szigeten asztalok, székeket fogunk elhelyezni, melyet a vendégeknek árbóc alatt leülni, vendéglátás céljára fogjuk használni. Köré építettünk egy 10 elemű gyermekkalandpályát. Na, hát ebben nagyon profi vagy szerintem. Hát persze. Persze. Könnyűnek látszik, de nem annyira könnyű. A felnőtt kalandpályánk 7 elemből áll. Játék, meg játszótérnek hívjuk.
adrenalin szintet annyira megnöveli, ahol a kitartásra, bátorságra van szükség. Egy olyan önismeretet ad az itt fellépő, ezek a pályát kipróbálóknak, amit gyakorlatilag csak pozitív visszajelzése van. A hetedik elemünk az a tó fölötti átcsúszás, ez egy fő attrakció ennek a pályának. Mindennek a kalandpartnak a működését az Aranybánya panziónak az üzletvezetése, személyzete látja el. Ez a személyzet levizsgázott a kalandpark működtetéséből. Én biztonságtechnikai vizsgát kellett tennünk, hogy tudjuk a vendégeket beöltöztetni, kísérni. Továbbiakban kialakítunk egy 8 méterszer 16 méteres filagóriát, egy hatszögletű filagóriát. Ennek a közepében lesz egy búbos kemence. Itt szeretnénk házi kenyeret sütni, lángosokat sütni, csülköt sütni, és szeretnénk a vendégeket leültetni egy kerti partira. A turisztikai információs házban vizes blokkokat helyezünk el, akik külsős vendégeink idejönnek, férfi-női vizes blokkot helyezünk el, egy büfé lesz, és egy nagy társalgó terasszal. A hegy oldalában 5 szobát alakítunk ki, ez egy ökoháznak fogjuk hívni, itt is fa és a kővel kombinálunk mindent, kandalló lesz bent, úgy lesz felszerelve a konyhánk, hogy egy ökoháznak az adottságai megfeleljenek. Telki bánya, hajdani királyi bányaváros volt, és olyan nagy a turisztikai látogatottsága, itt elsősorban a kristálytiszta levegő, a természeti adottságok. Úgy gondoltuk, hogy ide mindenféleképpen az ökoturizmus kell megvalósítanunk. Erre gondoltuk erre a parkra is, minden olyan természetes anyagokkal, itt például a panzióban is csak fával dolgozunk, tiszta faanyagból vannak a bútoraink. Kicsi szerencséje van a KFT-nek, a Diamond 2 KFT-nek, mivel előzetesen a papától örököltem egy asztalos üzemet, így azokat a faipari munkákat, ajtó, ablak, ágy, ezt mind saját erőből el tudjuk készíteni, így minél kevesebb pénzbeni hozzájárulás kell a pályázathoz. Mindazt, ami az ökoturizmus belefér, például a turisztikai információs házban ásványkiállítás lesz, gombakiállítás lesz, túravonalakat fogjuk bemutatni, tehát ami a természeti adottságokat, maga a táji, telkívánjak a táji adottságait mind kívánjuk bemutatni, mind kívánjuk a vonzerő leltárba felkívánjuk venni. Itt annak idején egy ezüstfenyő turistaház működött. És míg a környék településén sehol nem lehetett találni idegenforint vállalkozást, már telkibányán volt. Magában az értés ásványgyűjtés, az aranybányák látogatása olyan vonzerőt hoz, amellett, hogy tiszta a levegője, amit említettem, hogy nagyon sokan jönnek napokat, értés ásványgyűjtő túrákon vesznek részt. Én telkibányán élő túravezetőként tevékenykedem, ma pedig a Solymos gyűlőben voltunk és jáspisokat gyűjtöttünk. Ez a tábor ez ásványgyűjtő céllal jött létre, illetve természetismereti tábor. Igazából tehát nem csak ásványokkal, hanem növényzettel és az itt található szépségekkel ismerkedünk. Barna jáspis és a vörösnek az ilyen bordós árnyalata is. Ilyen salakos valamiből szedtük ki, volt amelyiken agyag volt, itt is, például ilyen agyagos valami. Kapákkal, kőműves kalapácsokkal, meg csákennyel vettük ki a földből. Az Empléni hegység ásványkincsekkel eléggé gazdag, a mi környékünk is, illetve a kultúrtörténetünk is, ugye telkibánya nevében is szerepelt valamikor az aranybánya, aranygombos telkibánya. Ezért az aranybánya vidékeken lehet gyönyörűeket kirándulni, illetve a környező hegyekben. Tehát rendkívül sok történelmi látványosság van, jó a levegő, szép a környezet. Az Abói Múzeum, régebben ipartörténeti múzeumnak hívták, ahol bemutatják az aranybányászatot, Magyarország első porcelán kőedénygyárát.
de nem tudtuk telkívánjáról sem, hogy itt volt az egész ország első külledén gyára. Tehát holókőt is megelőzős, hogy gyakorlatilag a holókő szerencsének köszönheti azt, hogy holókület és nem telkibány lett holókő. Telkibányának még van egy jellegzetessége, a térség térségben egy földrajzi középpontban helyezkedik el, tehát minden irányba olyan turisztikai helyeket tudnak meglátogatni, ahol egy napi járásra gyakorlatilag 2-3 programot belefér. Egy párat említsek belőle, Vizsolyi Biblia. Persze voltunk Vizsolyban. És hát ami, tehát országos ismertség és éppen ilyen biblia napok is vannak, mivel nem tudtunk. Boldogkővárja, Regéc. A Regéci várat kiemelni, ami azért is szép, mert nem csak, hogy nehezebben megközelíthető. Tényleg valamelyik szomszédos faluba kell megállni, és turistaként mászol a föl, és akkor kicsit körülnézel, és találkozol egy őzővel, vagy egy bagolyjal, és ez már is más rá teszi ezt az egész kirándulást. Megnézhetjük Fűzéradványi Károlyi kastélyt, Magyarország első erdei kisvasútját, mely Pálháza és Rostarló között közlekedik. A Kalandparkról kapcsolatban pedig hagyj térjek vissza a Kalandparkra. A telkibányai vendéglátó egységek vendégei is nagyon szívesen fognak idejönni. Nagyon jó a kapcsolatunk, partnerségi kapcsolat alakítottunk ki. Én bízom ebben a pályázatban, és további fejlesztési lehetőséget tudunk a jövőben is ennek a megalapozásával eszközölni.